Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit evangelizációs alkalmunknak a záró együttlétén, záró alkalmán. Nem jó az, amikor valami véget ér, de az evangelizációnak pont az a lényege, hogy csak az alkalmak érnek véget, és pont az a lényeg, hogy valami új kezdődjön. Egy új élet, vagy megújulás Jézus Krisztusban. Kérjük ezt, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy egybe gyűjtöttél bennünket. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mert nem a harangszava hívogatott bennünket elsősorban. Talán olyan messzire lakunk a templomtól, hogy nem is lennénk képesek meghallani a harangot, hanem hisszük azt, hogy Te hívtál. A Te szent lelked által munkálkodsz a szívünkben, és adod a vágyat, hogy kiszakítsuk az időt együtt lenni veled. Lehetnénk otthon is, és minden bizonnyal van olyan munka, amit fontos lenne ebben az órában elvégezni. És minden bizonnyal volt elég nehéz ahhoz a nap, hogy megpihenjünk. Talán a televízió, vagy éppen egy jó mozi szintén kecsegtet. De Urunk, fontosabb volt és erősebb a Te hívásod. Áldott legyen ezért a Te neved. És azért könyörgünk, Urunk, hogy azt, akit Te elhívtál ide közénk, hogy elmondja a Te üzenetedet, egészen ragadd meg szent lelked által. Töltsd erőt, Urunk, s add, hogy hadd tudja elmondani bátran, neked tökéletesen átengedve önmagát, azt az üzenetet, amire nekünk szükségünk van. És könyörgünk, Urunk, a döntés.